Egyre gyakrabban gördülnek ki elektromos autók Nyíregyháza utcáira is. Az elmúlt években pedig sorra telepítették az új töltőállomásokat a megyeszékhely területén. Nem véletlen, hogy megnőtt a zöldrend számos autók száma, ma már ugyanis jóval kedvezőbb ajánlatokkal érhetőek el vadonatúj gépjárművek ebben a kategóriában. Ráadásul az elmúlt évek fejlesztései azt eredményezték, már az előállítása is olcsóbb az e-autóknak, így a gyártók is ezt részesítik előnyben. Sajnos kijelenthetjük, hogy a belső égésű motorral szerelt járműveknek az ára az elmúlt fél évben akár 20-25%-kal is emelkedhetett. Tehát azok az álmok, hogy a belső égésű motorhoz majd lecsökken az elektromos autónak az ára, ezekkel ma már kijelenthetjük talán, hogy le lehet számolni. Látszik, hogy a belső égésű motoros autók ára emelkedik, az elektromos autók ára nem nő olyan módon, mint korábban, sőt, csökkenésnek is indult, ez pedig már annak a következménye, hogy az akkumulátorban hatékonysági fejlesztések érnek be, és az összes többi gyártás technológiában az elektromos autó területén hatékonyabbá válik a gyártás, ergo olcsóbbá. A magyar állam is azon dolgozik, hogy jelentősen csökkenjen a forgalomban lévő autók átlag életkora. 2020 után így idén is lehet pályázni vadonatúj elektromos autó vásárlására. A 3 milliárd forintos keretösszegű kiírásra magánszemélyek, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények is jelentkezhetnek. Az 1 és 12 millió forint közötti vétel árnál 2,5 millió forintot, vagy maximum a jármű árának felét lehet elnyerni, 15 millió forintig pedig 1,5 millió forintot, maximum az ár 12,5%-át. A 7 vagy több személyes modellek esetén 14 millió forintig járhat a 2,5 milliós, 17 millió forintig a 1,5 millió forintos ártámogatás. Az látszik, hogy ma már az elektromos autó az ügyfelek egyre szélesebb körében nem egy opció, hanem már a realitás, a valós igény. Én azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy ehhez a valós igényhez, ahogy Németország, Franciaország, sorolhatnám most már Európában, mindenki beszállt, a Románia, hogy a legközelebb szomszédot is nézzük, mindenki beszállt abba, hogy már hosszabb távon kiszámítható támogatási rendszert alkosson. Az előző évben 1,5 nap alatt kimerült a pályázat keretösszege, idén pedig a tavalyinál is nagyobb lehet az érdeklődés, tette hozzá a GEMOS elnöke. Jelenleg mintegy 14 ezer tisztán elektromos autó van forgalomban Magyarországon. A cél az, hogy év végére ez a szám 20 ezerre emelkedjen.